Tettel köszöntöm a csatornám nézőit, hallgatóit. Ebben a mai videóban Nimród kaukázusi jelenlétéről fogok beszélni. Szerencsére éppen elég forrásanyag áll rendelkezésre, hogy egy picit megismerjük a mi ősünket, Hunornak és Magornak az apját. Két krónikát idéznék, az egyik a grúziai Kartlisz Czovreva, ez a Grúziában összeállított anyag, valószínűleg régi mezopotámiai és kaukázusi források alapján készült. A másik pedig Horeni Mózes Arménia története, amit nem másról szól, mint a pártusok történetéről. Ide kapcsolódik még egy mű, ami már régóta megvan magyarul, ez pedig ugye a Kincses Barlang, hosszabb nevén a törzsek származásáról, avagy a Kincses Barlang. Ez egy szír munka, amelyik szintén említi Nimródot. Na, tehát először bemutatnám ezt a grúz krónikát, hogy mit is ír. Többször szerepel benne Nimród, Nebród néven, és ugye azt írja bevezetőjébe ez a mű, hogy mindenki a térségben Nimród utóda. Tehát ő volt az a hatalmas nagy uralkodó, aki ott birodalmat, államot, civilizációt teremtett. Tehát a következőt találjuk ott. A perzsák erősebbek lettek a Kaukázus környékén, és ők is Nebród, vagyis Nimród utódai voltak, aki a grúziai térséggel kapcsolatos, egy Apridon nevű hős, ő volt az, aki legyőzte Bebszrapot, a kígyók urát. Ez az Apridon uralta az egész Perzsiát, és más országokba is küldött helytartókat. Az egyik nemesét, Ardamot, aki szintén Nimród utódja volt, őt egy hadjáratra küldte északra. Elérkezett ugye Kartliba, vagy Ibériába, a mai Grúzia területére. Elpusztított minden várost és erődöt, legyőzött minden kazárt, érdekes módon a kazárokat említi a hunok és a szkíták helyett. Ardam épített egy várost a tengeri kapunál, és Derbentnek nevezte el. Ez azért érdekes, mert Derbent eredetéről ugye különböző elméletek keringenek. Arról van szó legtöbbször, hogy ez egy perzsa város volt. Na, ez szerint a krónika szerint nem más, mint Nimród építette. Ugye itt a forrás szerint azt jelenti a Derbent, hogy zárt kapu. Később ugye ez volt az a híres település, ahol a vaskaput felépítették, és egy ideig, mivel ezt a hunok támadták nagyon sokszor, ezért ezt a helyet hun kapunak is nevezték. Ez tette volt, hogy bekerítette Cheta városát kővel, és egy olyan különleges építési, erődítési módot talált ki, amit később is használtak. Ugyanez az Ardam bekerítette Armazi erődjét, ez ugye a mai Cheta várossal szembe van a hegyekbe. Ez a fal kiterjedt Armazi hegy széléig, egészen a Kari folyó partjáig. Ez a Kari folyó, ez nem más, mint a Kür folyónak a grúz neve, és ez a Armazi, ez állt egy alsó erődből, illetve egy fellegvárból. Ennek egyébként a nyomai mai napig látszódnak. A régészek fel is tárták, és olyan csodálatos leletek kerültek elő, amelyek viszont a hun polikróm stílusra, ugye ez a gránáttal díszített arany mesterművekre nagyon hasonlítanak. Azt írja tovább ez a mű, hogy Ardam sokáig uralkodott. Amikor Apridon
felosztotta országát három fia között, Perzsiát és Kartlit, ugyanannak a fiának, Járednek adta. Tehát ez a Járed is ugye Nimród utódja volt. Következő jelentős uralkodó Saurmag van, akit sokszor Sauromakésznak azonosítanak. A kutatások szerint Krisztus előtt 234 és 159 között uralkodott, róla pedig azt írják, hogy Szarmata szkíta uralkodó volt. Ami ugye láthatjuk azért is érdekes, mert a Nimród dinasztiát felváltja, vagy arról azért nem írnak pontosan, hogy ő most Nimród nemzetségéből származott, vagy nem. Minden esetre annyit tudunk, hogy ő feleségül vette a perzsa uralkodó Bardav királyának lányát. Ez a Bardav, ez valószínűleg a mai Azerbajdzsán területén lévő Barda városa. Azt írja, hogy két lánya született, de nem volt fia, ezért Perzsiából egy fiatal férfit, Nebrót utódját hozatta, felesége rokonát, akit fiának fogadott. Tehát azt is tudjuk, hogy Bardavba ugye Nimród utódai uralkodtak. Ebbe a szír forrásba, ugye, amit említettem, a törzsek származásáról, avagy a kincses barlang, ott nem másról van szó, mint hogy Nimród alapította Azerbajdzsánt. Visszatérve az örökbefogadásra, ugye ennek a fiúnak a neve Mirvan volt. Saurmag összeadta a lányát Nirvannal, összeházasította, odaadta neki Gacsiáni városát és Szamszville térségét nászajándékba. A másik fiát Kudzsi fiával házasította össze, aki igen, Mirvan lányát, tehát a Nimród utódjának az egyik lányát, Arszak fiához adta, ő pedig ugye nem más, mint a pártus nemzetség, ugye az arszakidák. Tehát itt összeér a pártus, a szkíta és a Nimród hagyomány. Mirvan halála után Parnadzsom lett a király, és ezt a dinasztiát hívják Parnazvi dinasztiának. Érdekes módon, hogy a szakirodalom azt emlegeti, hogy ezek valami a Szeleukida dinasztiához köthetőek lennének. Ugye ők azok, akik Nagy Sándor után uralják főleg a közép-ázsiai térséget. Viszont, hogyha tudjuk, hogy volt egy olyan pártus törzs is, hogy Aparna, akkor talán valószínűbb, hogy inkább ez is pártus eredetű lehet, és itt láthatjuk, hogy a pártus és Nimród hagyomány szintén összekapcsolódik. Na, tehát visszatérve Parnadzsomra, aki király lett, ő is ugye Nimród utódja volt, ő hozzá köthető az a tett, hogy az összes várost erőddé alakította. Ezt látjuk, Cetát, ez volt a régi főváros, és ott felette van Zedazeni monostora, melyik szintén Nimrodita alapítású. Ugye ott volt egy úgynevezett bálványszobor, Cetába pedig a mágusok uralkodtak, és az 5. században a Vaktan Korpaszali, aki szintén Nimród utód volt, helyezte át a központot Tbiliszibe. Tehát ez a Parnadzsom építette a Zadenit, és ő volt az, aki meghonosította a bálvány imádást, egy Zaden bálványt kezdett el imádni. Egyébként hasonló nevű kolostor Zedazeni néven szintén Tbilisitől nem messze található. Mai napig is a grúzok egyik szent helye.
Ő volt az, aki a mai Kelet-Grúziában, Kaheti-ben elkezdte építeni a mai Nekreszi erődjét, ami akkori néven Nelkari-nak hangzott. Annyira megszerette, azt írja a krónika, a perzsa hitet és a tűz imádatát, hogy Perzsiából hozott tűzpapokat és mágusokat, letelepítette Cetába, azon a helyen, amit Moktvának hívnak. Kartli lakói utálták őt, mert bálványt imádott. Ezek után elűzték, vagyis hogy megkérték az arszakidákat, hogy győzze le Parnadzsom királyt, és legyen inkább ő az uralkodó. De szintén Arszak is ugye Nimródhoz kapcsolódott. Ahogy írja a krónika, amit már említettem, hogy mindannyian Nimródtól származtak. Igen, tehát első Arszak, aki szintén itt uralkodott, Mirván fia, ugye ő is, tehát ő apai ágon, tehát ez érdekes, apai ágon volt Nimród utódja, anyai ágon pedig Arszakida volt. Ez az Arszak fejezte be Nelkari építését, és megerősítette Upliscike várát. Erről már egy korábbi videómban beszámoltam. Upliscike a mai Gori felett van, a Selyemut egyik nagyon jelentős központja volt. Úgyhogy ezek az erődök azok, amelyeket Nimród és Nimród utódai építettek. A fő nyelv a szír volt, de e között a hét nyelv között Gog és Magog nyelve is szerepel, tehát a magyart, ugye Gog és Magog nem más, mint a lovas népek elnevezése, tehát az ősi nyelvek közé sorolják a Gog Magog nyelvét, vagyis bennünket. Közben itt a háttérben régi grúz krónikáknak az illusztrációit mutatom be. A Koreni Mózes, amit említettem, hogy Arménia története, ő is nem más csinált, mint írt egy leszármazási táblát, sajnos nem teljes, de megemlíti Nimród őseit, ők Nimródot Nemrótnak hívják. Ezek szerint Mestrim nemzette Nimródot, Nimród Bábot, ő Anebit, ő Árbelt, Kajált, Ninuszt és Niniászt. Tehát ez az a töredékes családfa, amit megemlít a szerző. Még érdekességként, hogy ugye szerepel Nimród a kereszténységgel kapcsolatban, azt írják ebbe a grúz krónikába, hogy Ninó, Szent Ninó, aki megtérítette Ibériát, és harmadik Miriam királyt, ő akkor lement a pokolba, és megmentette Nimródot onnan. A szír krónikába pedig Jézus menti meg Nimródot. Ez minden esetre arra utal, hogy nagyon jelentő szereplője volt a térségnek a nagy vadász, Nimród, aki hatalmas területet uralt. Ő és utódai nagyon-nagyon sok erődöt építettek, és valószínűleg egy virágzó műveltséget hoztak a térségbe, és ennek a nyomai mai napig láthatók, egyrészt az általam említett erődök igaz módosított formában, de mai napig állnak, és ugye nem felejtődött el a Nimródtól származás tudata, a Kaukázusban is megvannak erre a nyomok, de akik ezt még mai napig is élve őrzik, féltve őrzik, azok mi vagyunk magyarok. Érdemes tehát kutakodni ebben a kaukázusi térségben, biztosan még nagyon sok nyomra lelhetünk.
Köszönöm szépen a figyelmet!